Ha lenne egy végtelenített adásideje a heti naplónak, és az lenne a felkérés, hogy egyetlen egy témával töltsem ki, akkor nem kéne sokat gondolkodnom. A teljesen értelmetlen EU-s pénz felhasználás Magyarországon a kimeríthetetlen téma. Az egész nagyjából egy tragikomikum, amiket időnként megmutatunk, azok a jéghegy csúcsai. Nem is az a fő kérdés, hogy mennyit lopnak el ezekből, hogyha egyáltalán ellopnak, hanem az, hogy mi az értelme ennek az egésznek. Sehová nem vezető utak, értelmetlen közösségi területek, filléres padok és ligetek milliókért, ahová senki nem jár, lombkorona nélküli lombkorona sétányok, ugye végtelen a sor, hűbéres viszonyok, a 80-as évek társadalma nagyjából ez jellemzi az EU pénzes beruházást. Még mindig érvényesül az a kommunizmusból velünk ragadt beidegződés, hogy ami mindenki, az valójában senkié. Ugye a gyár akkor mindenkié volt, senki nem érezte ezért igazán a magáénak, és senki nem viselkedett gazdaként, tehát mindenki úgy gondolta, hogy egy kicsit hazavihet belőle a táskájában. Az ingyen pénz az mindig romboló hatású. Ha egyszerűen odadobják az ingyen pénzt, és azon túlmenően, hogy le kell papírozni, hogy ott valamit építettek, és majd hárman lefotózkodnak, hogy ők a kilátón nagyon jól érzik magukat, és megnézik az egyik szőlőlankából a másik szőlőtőkedombot, akkor senki nem fog azzal foglalkozni, hogy ez egy értelmes, közcélokat, közjót szolgáló beruházás legyen. Utas nélküli kisvasút, kilátók, amelyek nem mutatnak semmilyen tájat és semmilyen kilátást, strand, amelyre a megnyitás napján kiteszik a fürödni tilos táblát, kerékpáros élmény, kalandpark, amelyre az elkészülése után azonnal kikerül az életveszélyes, csak saját felelősségre lehet használni tábla, lombkorona nélküli lombkorona sétány, vagy épp römpadok és facsemeték a semmi közepén. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója szerint ezek mind-mind olyanok, amelyek képileg nagyon erősen beégnek a memóriánkba, de alapvetően ez arról szól, hogy ha szabályosan is költik el az uniós támogatást, semmilyen értelmes feltételt nem tudnak amellé tenni, hogy az így elköltött pénzből tényleg közhasználatra, közcélt szolgáló, a közjólétét szolgáló pénzköltés valósult meg. Tengődön túlzás nélkül mondom, legalább egy órát bolyongtunk, mire megtaláltuk a padokat. A 8 milliós padokat. Tengőd egy pici község Somogy vármegyében a Tabi járásban. A hivatalos adatok szerint mindössze 404-en laknak itt, mégis meglepően sok az uniós támogatás. Szinte minden sarkon bele lehet futni egy-egy táblába, hol 115 milliós, hol 90 milliós, hol pedig 10 milliós támogatásról lehet olvasni. Hát ez sokkal durvább, mint gondoltam. Mert hogy ez a falu határtól körülbelül 1 kilométerre van, tehát itt szerintem mi vagyunk az első vendégek, rajtunk kívül senki nem járhatott még itt. Bejutni nem is tudom, hogy hogy lehet. Sejtettem, hogy két pad látványa 8 millió forintért megdöbbentő lesz, de erre tényleg nem számítottam. Tájelemek rekonstrukciója Tengőd községben. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását. A támogatás összege 8 millió forint. Nem tudom, hogy mit akar a tájelemek rekonstrukciója. Szép jó napot kívánok! Én Török Réka vagyok, és láttam a honlapjukon, hogy árulnak rönk bútorokat. Az lenne a kérdésem, hogy mennyibe kerülnek, mert azt nem találtam a honlapon. Olyanokra lennék kíváncsi, hogy mennyibe kerül egy rönk asztal két paddal. Ez így egybeépítve, vagy külön-külön, aha. Háttámlás pad, háttámla nélküli. Háttámla nélküli, csak ilyen sima, egyszerű pad. Ja, támla nélküli az akácból 55 000 forint. Uh-huh.
Az asztalt nem tudta pontosan megmondani a hölgy, hogy mennyibe kerül, de az interneten az ehhez hasonlók olyan 150 ezer körül kaphatók, így ha összeszámolom a 4 pad és a 2 asztalára, nagyságrendileg kicsivel több mint 1 millió forintba került. Annyit tudok kérni, hogy megadom önnek a polgármester úr számát, ha önnek... Jaj, de jó, szuper! És akkor ő majd tudnak beszélni. Volt már itt egyébként a padoknál? Hát nem a pad a lényeg. Akkor mi a lényeg? Hát nem a pad a lényeg, hát az én úgy tudom, hogy ez egy beruházás volt, kivágták a fákat, és akkor az a 700 nem tudom én hány darab fának az ültetése volt, ami annyiba került. Lehetne egy-két kérdésem, vagy pedig ön itthon van-e, és esetleg össze tudnánk-e fogni? Most jöttem föl Siófokra a Siomedikához. Aha. De nem tudom, röviden el tudom ám mondani, mert nagyon egyszerű. Mit akar a 8 millió forint, azt tegyük akkor hát helyre? 375 darab csemete, meg maga annak az ültetésre, meg nem tudom, tuskomarás. Tehát pontosan ennyit tudok csak fejből. Mivel a polgármester azt mondta, hogy ez a pályázat nem csak a padokat takarja, hanem ültettek 375 fa csemetét is, ezért a Google képfelismerő segítségével megnéztük, hogy ez milyen fa. Ez egy egyszerű tölgyfa, amelynek darabja 500 forintba kerül. Na most, ha 375 ilyen fa csemetét ültettek, az 187.500 forintba került. Ehhez még nyilván hozzá kell számolni a munkadíjat, illetve a padoknak az árát, de valahogy sehogy nem jön ki a 8 millió forint. Közben ma délelőtt a polgármester elküldte nekem a hivatalos elszámolást, ezért megmutatom önöknek pontosan, mire ment el a 8 millió forint. Összesen 250 darab kocsányos tölgyet telepítettek, ez az ő elszámolásuk alapján 3 millió 375 ezer forint volt. Diófából 125 darabot ültettek, ez 1 millió 700 ezer forintba került. A talajelőkészítés kicsivel több mint 656 ezer forint volt, és azt is hozzá kell tennem, hogy nem csak erről az egyetlen egy területről van szó. Tengőtől nem messze van egy ugyanilyen fákkal és padokkal betelepített rész. A kemény fa asztal két paddal 316.720 forint volt. Szóval a két terület fákkal és padokkal együtt nettó 6.035.470 forint volt, bruttó 7.665.047 forint. Közben a stábommal megtaláltunk egy testületi ülést, amely tartalmazza a polgármester szavait, amelyben azt mondja, hogy három árajánlat érkezett, amelyek közül a legkedvezőbbet fogadták el. Ez az ajánlat 6 millió plusz áfáról szólt, és a Kobó Kft-t bízta meg, mint kivitelezőt. Most felhívom ezt a céget, és megkérdezem őket, hogy mi került ennyibe. Nem vették fel, de később útközben visszahívtak. Ugye 6 millió plusz áfa volt ennek az egész kivitelezésnek az ára, és arra lennék kíváncsi, hogy mi került ennyibe. Gyakorlatilag a pályázati kiírásnak megfelelően fák lettek telepítve. Milyen fák? De arra ugyan, mikor történt ez 2 évvel, nem tudom visszamenőlegesen megmondani, ennek, hogy milyen fák. Jó. A kiírásnak megfelelő, előírásnak megfelelő fák telepítettek. Plusz még, amit ott elő volt írva, a megfelelően, én most így nem tudok ennek visszamenőlegesen mit mondani, ezt látnom kell, de nem készültem erre. Ezt fejből nem tudja az ember megmondani önnek azonnal. Végső soron még az is elképzelhető, hogy valóban nagyon magasak voltak a munkadíjak, és valahogyan kijön az a 8 millió forint, de a szakértők szerint valójában nem is ezzel van a legnagyobb probléma, hanem a beruházások értelmetlenségével. Csak azért építsünk valamit, mert kapunk rá ingyen pénzt. Tengődön sétálgatva alig-alig látunk egy-egy embert felbukkanni, nincs túl nagy élet a községben. Még az az egyetlen bolt is, ami van, minden nap délben bezár. Úgy néz ki, tele van ez a község vissza nem térítendő uniós pályázatokkal, most ismét belefutottunk egybe, ez már 10 millió forintról szól, újraindítási program Tengődön. Nagyon sok minden felújítás volt,
orvosi rendelő készült. Akkor a tűzoltószertárt alakították át, újították föl teljesen. Akkor a Ileg meg tengőt között, meg Kánya meg tengőt között. Azt láttuk, igen, felkatőtettek, meg ott vannak a padok. Igen, az is. Oda szoktak kijárni egyébként innen? Dolgozni. Uh-huh. Amúgy nem nagyon. Hát szerintem a falusi ember nem nagyon megy ki oda üdögálni a padra, szerintem. Itt is egy uniós pályázat. 10 millió forint ez is. Hát én még ott senkit nem láttam soha. Pár itt abra elég gyakran megyünk, de ott még nem ült senki. Úgyhogy, hát ezt csinálták. Ennek az Európai Uniós ingyenpénznek a romboló hatásával nem csak Magyarországon találkozhatunk. Tehát aki már autózott, és miért ne autózott volna, nagyon sok magyar ember is, akár a mediterrán térségben, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, akkor minél délebbre megy, annál nagyobb eséllyel találkozik olyan közúti műtárgyakkal, autópályákkal, amelyek nem nagyon tűnnek értelmes beruházásnak. Az autópályák üresek, a hidak olyan folyókon ívelnek át, amelyekben már régóta nincsen víz. Ligeti Miklós szerint a megoldás nem abban rejlik, hogy milyen jó minőségű ellenőrzést lehetne ráépíteni erre a rendszerre, mert szerinte soha nem lesz olyan jó minőségű az ellenőrzés, ami az ingyen pénzfaktor csáberőt ki tudná cselezni. A megoldás az lenne, hogyha az EU beszüntetné a visszanemtérítendő támogatásokat, hiszen ha egy ötlet jó, az meg fog térülni a piacon, így azt hitelből is meg lehet finanszírozni. Ligeti szerint tehát az alacsony kamatozású, hosszú távra igénybe vehető beruházási hitelek lepucolnák a piacot, és valóban csak olyan beruházások valósulnának meg, amelyek a köz jólétét szolgálják. Éppen már hazafelé tartunk, amikor újra elolvasom azt a cikket, amelyben az elmúlt évek egyik legnagyobb volumenű, de legalábbis legnagyobb létszámú bűnügyéről van szó. 54 ember ellen emeltek vádat, köztük az ügyészség pénzügyminisztériumi osztályvezetői, főosztályvezető helyettesei, helyettes államtitkár ellen, akik a vádak szerint kenőpénzért cserébe vissza nem térítendő EU-s támogatások elnyerésében működtek közre. Ligeti Miklós szerint itt arról van szó, hogy néhány miniszteri tisztviselő, főosztályvezető, helyettes államtitkár összeállt, és kitalálták azt, hogy hogyan lehetne az ingyen pénzrendszert saját magukat is meggazdagító módon meghekkelni. Hiszen benne dolgoztak a rendszerben már hosszú évek óta, látták, hogy a pályázat közvetítő, pályázatíró, tanácsadó cégek miféle sápokat húznak teljesen szabályosan, legalábbis formai értelemben. Látták, hogy cégek, önkormányzatok hogyan jutnak Európai Uniós támogatáshoz, amit aztán elherdálnak, és egyszerűen megrigyelték, hogy mi itt a havi fixér bírálgatjuk a 100 millió semmire nem való, semmire nem jó pályázatokat, meg leellenőrizzük és elfogadjuk azokat a papíros beszámolókat, amelyek a soha meg nem valósult, vagy soha értelmesen meg nem valósult pályázatokat elbábozzák, hát mi is kérünk ebből magunknak, és megjelent az egyéni haszonszerzés. Évente több ezer vissza nem térítendő uniós beruházás valósul meg csak itt Magyarországon, amelyből mindössze 10-15 az, amelyet az Unió ellenőriz, az összes többit itthon kell vagy kellene ellenőrizni. De amint a riportban is hallhatták, ez nem magyar sajátosság, gondoljanak csak a nem létező folyó fölé épített hídra. A Heti Naplóban Török Réka riportját látták. És a témát folytatjuk, ezt mondtam, ez a téma kimeríthetetlen.